Nyali hó és esti fény mindenkinek. Most egy olyan sorozatunkat folytatjuk, amit már jó ideje elkezdtem. Kérés is volt belőle, hogy folytassam. Az ilyen is van sorozatunk. És a mostani játékunk, ugye látjátok, nagy piros betűkkel ki van írva, hogy Build a Lot. Magyarul ez a játék egy egyszemélyes Monopoly. Itt mondjuk jó Monopoly ahhoz képest, mondjuk nem Monopoly, mert mondjuk jó, ugyanúgy területeket kell felvásárolni, meg azt lehet fejleszteni, meg eladni, stb. De ahhoz képest meg azért eléggé oda kell figyelni. Na most így ezzel kezdünk. Hú, közben nem jött be. Itt is van reklám, sajnos ebben is van reklám, és nagyon idegesítő szokott lenni, hol több, hol kevesebb, és az a legidegesítőbb, amikor a játék közben jön, úgyhogy arra nagyon kell figyelni, általában akkor újra érdemes újraindítani azt a szintet, úgyhogy valamikor van hozzá valami videó, valamikor nincs, mindig itt megadja, hogy oké, itt van az, következő. Itt láttok, így négy felt, ugye ez az, ami mutatja, hogy pénz és célok. Itt mutatja, hogy havonta mennyi pénzt tudunk behajtani a bérlésből. Ugye ez az, amit ténylegesen be fogunk hajtani, ez meg a lehetséges. És azt jelenti, mondjuk, hogy fejlesztés van közben, vagy épp eladáson van valami, akkor itt ez kisebb lesz, mint ez, de hát elméletileg azt meg lehet kapni, mert bármikor visszavonhatod meg valamint a fejlesztés, és bármikor befejeződhet, mondjuk ameddig végigér ez a csúszka. Akkor, ugye itt vannak a célok, ez egyébként változhat. Sajnos, lehet sajnos nem, mondjuk ebben van a izgalmas része, hogy bármikor azt mondhatja itt a tulajdonos, hogy ja, hát még ezt is meg kell csinálni, akkor ez még tovább növekszik ez a sor, hogy na mit kell csinálni. Látjátok, hogy itt van ez a kék, ez ugye blueprintnek hívja, vagyis hát mi tervrajznak mondjuk. Ugye ebből áll, hogy ebből indul ki minden, először minden épületnek a tervrajzát kell megcsináltatni, általában ez nem szokott egy olcsó mulatság lenni. Utána itt vannak ez az alapanyagok fül, mindig amikor rákattintunk egy területre, hogy na, akkor miket lehet rajta építeni, akkor mutatja is, hogy mennyi alapanyag kell hozzá, ha annyi nincsen, akkor nem tudjuk megépíteni, van akkor a következő problémával kell szembesülni, hogy van elég, dolgozunk hozzá, mert általában, ha kevés, akkor ugyanúgy nem tudjuk megcsinálni, akkor rá kell kattintani, és 50 ezer, 90 ezer, nem tudom, valahogy így vannak a munkások képzése, és akkor több dolognak is egybe kell, legyen elég munkásunk, legyen elég alapanyagunk, és azért jobb, hogyha nem futunk ki a pénzből sem, mert általában adó is van. Na most, ugye itt mutatja, hogy nekünk kell egy könyvtár blueprint, hát látjátok, a 100 ezerből lett 25 ezer, ez kb. Ennyi is volt. Remek, akkor látjátok, 1500 kell, meg 5 munkás. Úgyhogy most elkezdünk szépen olyan dolgokat építeni, aminek már megvan a blueprintje, vagy a tervrajza. Most például egy ilyen házat Tudornak van írva, lakóháznak nevezzük el, hát mégis nem tudom, mi a pontos, majd biztos megírjátok. Akkor elkezdünk egy ilyet építeni. Na, megépítettük, nagy tűzijáték, minden, és már itt megjelent, hogy oké, ezért 3000-et tudunk kapni havonta. Utána azt ugye lehet így fejleszteni, itt is írja, hogy oké, valami párásító, páratlan, nem tudom, valamilyen rendszer, upgrade-el fejlesztettünk rajta, most kap egy kis nagy, igen, ez jó volt, kap hozzá egy tűzhelyet, ezt is végigvárjuk. Következő fejlesztés van játékszoba. És ugye ez minél több fejlesztés végzünk rajta, annál több lesz ugye a bevételünk belőle. De az a baj, hogy egyre többet kell majd érte adózni is. Úgyhogy nagyon oda kell figyelni. És ugye egy könyvtárat még létre kell hoznom, meg egy 30 ezres bér. Mennyi 30 ezret kell behoznom bérben.
az nem egy egyszerű dolog. Plusz még vannak ezek a kis levelek, hol kapsz valamit, hol nem. Általában kapunk valamit, szokott lenni, ilyen pár ezer dollárt kapunk. Az néha nagyon jól tud lenni, hogyha pont ennyin hiányzik az adókifizetés. Ennek mert judónál menni szokott lenni, nem tudom, de azt szoktam nézni, néha elég érdekesen jön ki. Közben vannak ezek ugye, amit el lehet meg lehet venni. Most én ezeket nem fogom megvenni, mert mennyi kell a könyvtár megépítéséhez 5 ember. Na. Érdemes közben megvárni, hogy bejöjjön a mondom, az adócsekk, hogy na, akkor ezt adóz le, és akkor onnantól kezdve ezzel a cuccal nem lesz probléma, hát végülis javítási költségeink lesznek, azt sajnos nem lehet megúszni, vagy hát végülis egy idő után lehet megúszni, de az még egyelőre nem opció ennél a szintnél. Van olyan szint, ahol már meg lehet úszni. Na, mit látjátok, itt mondtam, hogy meg kell majd javítani. Na, sikerült el is. Mégiscsak sikerült elvinnem a pénzt máshova. Itt láthatjátok ezt a kis órácskát, ugye itt van egy deadline, ugye a határidő. Ez az, amit még az életben is néha nehéz betartani. Na, itt látjátok, hogy ilyen két kis fogacska így bejött, vagy benn van. Ez az elsődleges határidőt jelzi. Ez az elsődleges, ha ideig csináljuk meg, ennyi idő alatt csináljuk meg ezt a pályát, akkor azt jelenti, hogy ilyen csillagozott, ilyen, nem tudom, kis pöttyöt kapunk a térképünkre. Ha viszont ezen túl csináljuk meg, de még az órán belül, szóval nem megyünk ki így belőle a határidőkből, akkor meg csak egy kéket, de mindenféleképpen elvégezzük. Kastély a legnagyobb itt, és igen, a kastély a legdrágább és a legnehezebb megépíteni. Van itt egy ilyen kúriának nevezném, mert ez olyan. Ez meg, ami utána van, az meg olyan, mint a Chandilla. Kb. Így ezt tudom mondani, az meg egy még egy kicsit extrémebbnek számít, de azért... hogy nevezzük ezt? Na, fasza. Kellene nekem egy kis szótár. Szokott olyan kihívás is lenni, hogy például nem lehet üres föld. Na, az a szívás, mert akkor mindent tele kell építeni, és akkor még megad hozzá mondjuk egy mennyi bérnek kell bejönnie, hát az is egy szép dolog. Volt ideig a legnehezebb, amivel hát a legutolsó pálya, amit még mindig nem tudok megcsinálni időre, plusz, mert nem tudom, vannak, majd mindjárt mondom még, mik vannak. Ja, egyébként kamera van, de szólok, hogy a hátteret azt ne nézzétek, kupi van, mert mondjuk én ezt pont egy nappal ezelőtt vettem föl, vagy veszem fel, amikor megyek vissza haza. Úgyhogy nagyon nézzétek. Egy idő után lehet négy csillagosra is csinálni, ahhoz külön engedélyt kell vásárolni. Engedélyt megvásárolod, megvan az a bazi nagy mennyiségű alapanyag, amivel oké, azt mondják, hogy lehet akkor építeni. Hát, tudja bonyolítani a játék, hogy mi mindenre kelljen odafigyelni, hát eleve az idő a szorít, akkor lesznek olyan területi változások, most mindegyik terület az ugyanolyannak minősül, de lesznek olyan prémium helyek is, ugyanak sokkal magasabb az ára annak a teleknek, plusz meg az építésének, vagy a bérköltségek is sokkal magasabbak, úgyhogy... oda kell figyelni közben, mert ha minél többet várunk a szerelésre, akkor annál drágább lesz a javítása, vagy annál több alapanyagot igényel majd a javítás. 30 ezer. Hát ebből nem lesz meg, de valahogy most nem is érdekel, most úgyis csak mutatom nektek, hogy miből áll ez. 1500 kell. Ja, én kérek elnézést. Könyvtár egész sokba kerül. Mondom, ezek az épületek vannak. Ezek, ami ugye magánszemélyeknek adunk ki. Akkor ez a Soundville. Ez, megint nem néztem meg, hogy mit jelent angolul, nem baj. Na, ez az, ami nagyon jól tud jönni, mert ennek köszönhetően sokkal olcsóbb lesz a fának a költsége, vagyis az alapanyagoknak a költsége jóval alacsonyabb lesz. Majdnem az 50%-ával olcsóbb lesz ez a fa itt.
úgyhogy az nagyon jól tud jönni. Ha van rá lehetőségem, akkor általában meg is szoktam csináltatni, annyira nem sok. Hát 5 ember plusz 900 alapanyag általában, a nagyobb szinteken már legalább 1000-rel vagy 2000-rel kezdünk, úgyhogy hirtelnyibe érdemes is megcsinálni. A bank az azért jó, mert egy bizonyos időközönként, nincsen megadva mennyi időközönként, a kamatját kifizeti a meglévő összegednek, ez mindig változik, ugye attól függ, hogy mennyi összeged van bent jelenleg így itt ezen a részen. A workshop, ez azért jó, mert akkor a munkaerő jóval olcsóbb a képzéseit is, egy 50%-ot ezebből lejjebb lehet szedni. Hát a könyvtár, az nem tudom, hogy mire jó. Jó, még egy 100-10-est úgy rá kell tenni, hogy... Ja, itt van. Na, ez mire jó? Hát nem mondja meg, hogy mire jó, lehet, hogy a blueprintek azok olcsóbbá válnak, de hát ez nem volt lehetőségem megnézni, úgyhogy hirtelnyébe ennyi lesz ez a pálya. Látjátok, ezt sikerült nekem egyből aranyból megcsinálni, de most például nem ment. Most erre szoktam mondani, az, amikor pont meg majd csinálni, és akkor ezt csináld még meg. Ó, hogy az. Még valamit még le kell szedni, és akkor még rambolokat tenni rá. Melyik ez? Ez. Ez a picike. Még ott azt meg tudtam volna venni, de valahogy nem volt az eszembe. Most egyszerűbb ezeket ledózerolni, aztán megvan. Mondom, az utolsó pillanatos ilyen bejelentéseket azt én is szoktam szeretni. Ilyenkor ugye összeszámolja, hogy mi mennyit ér nagyjából, és akkor ezt most így összeadja a karrier cuccaimhoz. Nem tudom, hogy ennek mi értelme van, de biztos. Igen, látjátok, így egyre több pálya van, egyre nehezebb. Ez a 29-es, amit most egyelőre nem tudok megcsinálni, már látjátok, azért több dolog van. Kell lenni egy bankunknak, 5 millió készpénznek, 18, na és itt van a nehezítés, hogy itt viszont 18 üres teleknek kell lennie. Szóval nem az, hogy most mindegyiknek tele kell lennie, hanem mindegyiknek üresnek kell lennie, az amiért eléggé nehéz, mert ugye eladni nem tudok. Jószerivel a bankon kívül minden teleknek üresnek kell lennie. Az eléggé nehéz, mert az azt jelenti, hogy először is mindegyiket meg kell venni, mindegyiket le kell csupaszítani, várni kell, ameddig összejön annyi cash, hogy tudjak vele mit kezdeni. Utána, hogy behozott annyi pénzt, hogy meglegyen az 5 millió, utána mindegyiket lerombolni, és ezt időre meg kell csinálni, na azért meg kicsit nehezebb. Na ugye ez mondom, ez a két fajta, akkor mutatom, hogy még van két fajta játékmód, ugye van ez a karrier, és van ez a casual, hát ott annyi idő alatt csinálhatsz meg mindent, amit akarsz, nem kell a tervrajzokért fizetni, minden elérhető számodra, úgyhogy ott szabad a pálya, ahogy óhajtasz, úgy játszasz. Úgyhogy ez is ingyenes játék, úgyhogy aki ilyen, nem tudom, ilyen gazdasági vonalon szeretne elhelyezkedni, azoknak is tudom ajánlani, de ha úgy vagytok vele, hogy megint nem tudjátok, mit csináljatok, akkor nagyon jó kis idő elfoglaltságnak, vagy lazításnak. Szerintem mindent elmondtam erről a játékról, vagy ha nem, akkor kérdezzetek, vagy töltsétek le, és akkor megtudjátok, ezt tudom mondani. Úgyhogy ilyen is van. Köszönöm, megnéztétek ezt a videót is. Sziasztok!